Ha akadémistáinknak befejeződik az őszi szezon, az egyet jelent a Sándor Károly kupa elstartolásával. Fiataljaink a Salgó-Tarjáni úton szálltak harcba a Serlegért, amely már hosszú évek óta vándorol csapataink között. Régi tradíció, de biztosan senki se tudja megmondani, hogy mióta van. Én ugye a kezdetektől itt dolgozom ugyan, de nem emlékszem, hogy az első három évben lett volna. Viszont az biztos, hogy amikor Tamási Zsolt lett az akadémia igazgatója, azóta már megy ez a kupa. Tehát ez azt jelenti, hogy egy 16 éve működik. Ennek mindig nagyon nagy presztízse volt. Szóval ez az év lezárása, és azért ez nagy dolog megnyerni ezt a kupát. Ez egy háromnapos torna volt most. Ez minden évben egy kicsit máshogy történik, máshogy van a lebonyolítás. Most háromnapos torna volt, két csoportot csináltunk, és a két csoportnak a harmadik helyezettei játszottak ugye az ötödik helyér, a második helyezettek a harmadik helyér, és a két első helyezett játszotta a döntőt a mai napon. A fináléban a Sándor Nándor és a Hidegkúti Gengszterek csapatai léptek pályára, melyet végül 8-4-re a Gengszereknek sikerült megnyerniük. Én mindig élvezem, várom ezt a pillanatot az évben, hogy jöjjön az SKL-a bajnokság. Egyáltalán nem volt sima egyik meccse, mivel tényleg bárki akár U14, akár U17-ből ugyanolyan jól játszott. Jó volt a barátaim ellen játszani, nem csak edzésen, hanem ilyen meccs szituációban is. Jó volt. Hogy őszinte legyek, nem az az eredmény, amit vártunk, de megküzdöttünk minden meccsen, és jól éreztük magunkat, úgyhogy elégedett vagyok teljes mértékben. Jó zárása volt az egész fél évnek. Az volt talán a legnehezebb a meccsekben, hogy a kisebbekkel összehangoljuk a játékot, de gondolom, hogy teljesen jól működött. Volt benne kihívás, meg versenyszellem, fogadtunk, hogy ki melyik meccset nyeri meg. Egyet nyertem, de többit is adjuk. Kérdezgetik már, amikor vége van az utolsó bajnoki meccsnek, akkor azért kérdezik, hogy ugye meg lesz tartva a Sándor Károly Liga, úgyhogy nyilván várják egy pici presztízs is nekik, egy picit tűzben lehet őket tartani utolsó héten. Van egy-két meglepő, főleg a kicsiktől, hogy mennyire bátran, mennyire bevállalósak a nagyobbak között, de ez mindig jól szokott sikerülni, úgyhogy abszolút mindig egy jó hangulatú torna szokott ez lenni. A háromnapos torna góllövő listájának élén Csöngei Balázs végzett 15 találattal, míg a legjobb kapusdíját Szolár Dávid vihette haza, melyet felnőtt csapatunk hálóőrétől, Somodi Bencétől vehetett át. A védelem is nagyon jó volt, most ez az utolsó meccsnek számomra annyira nem sikerült jól, de voltak a hétfő keddi nap elég jó meccseim, ahol tudtam nagyokat védeni. Igazából a csapat is megtett mindent elő, hogy nem hagyták őket lőni szabadon, úgyhogy ez közös munka volt. Szerintem tök jó kezdeményezés volt az akadémia részéről, hogy nem a mindennapok monoton edzésre járásáról szólt ez a két hét, hanem vegyültek a korosztályok, megismerték egymást még jobban, akár a fiatalabb tanulhat az idősebbtől valami újat, szóval szerintem tök jó volt. A csapatok kialakítása is mindig máshogy történik. Volt, amikor játékosok választottak, és úgy döntöttük el, hogy melyik csapatba ki legyen, de idén azt láttuk, hogy mivel 4 korosztály jött össze, ami másodszor van a kupa történetében, 4 korosztály talán egyik játékos sem ismer úgy tökéletesen, hogy meg tudja mondani, ki az, akit ő választani akar egy 4-el odébb lévő korosztályból. Úgyhogy most mi edzők tettük össze, és amikor elkészültek a csapatok, akkor pontosan azért, hogy felmérjük azt, hogy mennyire kiegyensúlyozottak az erőviszonyok, azt kértem az edzőktől, hogy mindenki mondja meg, hogy neki ki a favoritja. Mert arra voltam kíváncsi, van-e olyan csapat, akire senki se tesz, mert akkor át kell variálni egy kicsit. Ebből a tippjátékból pedig U17-es csapatunk vezetőedzője Horváth Ádám jött ki győztesen. De nem mindenki szerint, hiszen többen is megkérdőjelezték, hogy a torna előtt valóban a végső győztes Hidegkúti Gengszterekre rakta-e a voksát. Valószínűleg egy kis emberi irigység is, de holnap mindenre fény derül, úgyhogy viccet félretéve 30 edzőt kérdeztek meg, illetve kellett szavazni, hogy ki lesz a győztes csapat, és hát szerintelenség nélkül mondhatom, hogy egyedül én találtam el, úgyhogy ugyanolyan örülök neki, hogy behúzták a srácok. Hát persze, mert az Ádám azt mondja, hogy ő a győztesre tett, és hát ezt nyilván mindenki megkérdőjelezi, viszont az én laptopomba föl van írva, hogy ki melyik csapatra tett, úgyhogy ezt meg fogom nézni este, az biztos. Annyi kulisszatitkot pedig elárulunk, hogy Székely Zsolt ugyan közjegyző jelenléte nélkül, de összesítette a voksokat, mely után kiderült, hogy Horváth Ádámnak volt igaza, aki valóban a gengszterekre fogadott. A csapatom, gyerekek!